Nem indult jól a találkozó az NK1 számára, az Aras Zsófiát és Dobó Lillát nélkülöző hazaiak sérülés miatt már az első percben elveszítették Varga Kamillát is. Az Euróliga tavalyi győztesének második csapata az első negyedet 12, a második a 14 ponttal nyerte. A harmadik 10 perc szorosabb volt, abban a játékrészben 3 pontot tett hozzá előnyéhez a Sportdarázs. A záró negyedben 40 pont felé kúszott a különbség, amilyen nyíregyháziak szakmai igazgatója szerint a két csapat jelenlegi lehetőségeit tekintve reálisnak mondható. Egy kezdőtből 3 ember kiesése azért az annyira komoly dolog, amit nagyon nehéz azoknak a játékosoknak pótolni, akik ugye addig epizód szerepeket töltöttek a pályán. Tehát most neki kellett volna ugyanazt megoldani, amit ugye eddig azok a kulcsjátékosok oldottak meg. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy amit lehetett a lányok megtettek, úgy támadásban, mint védekezésben. Nem voltunk egy súlycsoportban semmilyen szinten. Nem mondom, amikor belevágtunk ebbe az egészbe, ez akkor már valószínűsíthető volt, hogy mi ezeken a csapatokon játszhatunk jó mérkőzéseket, de nem valószínű az, hogy mi fogjuk ezeket a mérkőzéseket megnyerni. Sajnos a sérülések azok pedig még inkább hátráltatják a helyzetünket, de nem baj, akik itt vannak, azok emelt fővel csinálják végig, küzdenek, hajtanak, dolgoznak. Én úgy gondolom, aki kint volt ezen a mérkőzésen, mert aránylag sokan voltak kint, azok mind büszkék lehettek a játékosainkra, mert mindent megtettek a érdekében, hogy emelt fővel tudják elhagyni a pályát. A rájátszás tabelláját az MTK TFS-e vezeti 4 győzelemmel vereség nélkül. A nyíregyházi kosársuli 5 vereség mellett 1 győzelmet aratott. Az NKS a Pink PVSK 23 otthonában nyert 15 ponttal. Az első mérkőzésen komplet csapattal játszottak ők is, meg mi is. Na most utaztak már el ők is úgy, hogy inkább a juniorokat vitték, mint a komplet csapatot. Ugye ők azért egy NB1-ának a bennmaradásáért küzdenek, tehát ugye nekik azért komoly mérkőzéseik vannak. Ugye ők szombaton is pályára léptek, ugyan Pécsen, de pályára lépnek. Úgy kellene eljönniünk hozzánk vasárnap, tehát meglátjuk, hogy ők kivel tudnak jönni. Mi sajnos ugyanebben a cipőben járunk, mert nekünk ugyanúgy sérültek meg azóta a játékosaink. Szerintem ez egy érdekes mérkőzés lesz, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ha ők komplett csapattal jönnek el, akkor nekünk nem sok esélyünk lesz arra, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. A nyíregyházi kosársuli Pink PVSK 23 mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában.